Jó estét kívánok, kedves nézőink, a Beszéljünk Róla magazint látják. Ezek a hónapok a felvételi tájékoztatók böngészésének időszakai, illetve ilyenkor nyílt napokra járnak a leendő diákok, illetve szüleik. Hogy pontosan melyik intézmény és milyen lehetőségeket biztosít, azt már itt hallhatták a Halas Televízióban. Most egy soron következő intézményt mutatunk be önöknek, a kiskunhalasi Bibó István Gimnáziumot. Hívtam is négy vendéget ide a stúdióba, bemutatom Csorba Imre igazgató urat, a Bibó István Gimnázium vezetőjét. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok, és szeretettel köszöntöm a kedves nézőket is a Bibó István Gimnázium összes dolgozója nevében. Elfogadta meghívásunkat Rabcsák Csaba igazgatóhelyettes. Jó estét kívánok! Jött egy autentikus személy, egy tanuló, Farkas Bodrin Kata, a gimnázium tanulója. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! És itt van velünk Palásti Károly tanár úr, igazgatóhelyettes, szintén az intézményből. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Igazgató úr, ön egy új ember az intézmény élén. Közel egy éve vezeti ezt az intézményt. Hogy a Bibó? Mi volt az, ami döntésre késztette, hogy én ezt az intézményt szeretném vezetni, és megvalósítom ott a terveimet? Igen. Valójában augusztus 1-től vagyok az intézménynek az igazgatója. Egyrészt a személyes ambíciókat emelném ki, és mellette párhuzamosan feltétlenül meg kell említenem azt, hogy a Bibó egy igen jó iskola. Nagyon jó gimnázium. Elsődleges feladata azzal, hogy ő tiszta profilú gimnázium az, hogy felkészítse a tanulókat érettségire, és ezzel párhuzamosan a felsőoktatási intézményekben való továbbtanulásra. Ezt a feladatát a kezdetektől magas színvonalon végzi, nagy hatékonysággal készíti fel azokat a tanulókat, akik szeretnének tovább tanulni. Ma igen magas a felvételi arány. Kiemelem azt a tényt, hogy a Bibó István Gimnázium több éven keresztül Magyarország középiskolai rangsorában az első 100 között foglalt helyet. Mindezt úgy, hogy megőrizte a klasszikus oktatási módszereket, és természetesen a tanárok a modern oktatási módszereket is becsempészik a tanóráikra. Szeretném kiemelni a Bibó István Gimnázium nyelvi képzését. Feltétlenül meg kell említeni azt, hogy a jelenlegi törvények szerint 2020-tól a felsőoktatási intézményekbe bemeneti feltétel az, hogy legalább egy középfokú nyelvvizsgája legyen a felvételizőnek. A mostani 9-es tanulókat, illetőleg az alatta lévő évfolyamra járó tanulókat érinti ez. A nyelvi képzés mellett természetesen a humán képzés és a reál képzés is magas színvonalú neves egyetemekre kerülnek be az itteni diákok. Megemlítem azt, hogy a gimnáziumnak a tanulmányi versenyeken igen szép helyezései vannak, kiskunhalasnak hozzá a szép eredményeket ez az intézmény. Kiemelem még azt, hogy a tanárok nevelő munkája magas színvonalú, a diákok tisztelettudóak, választékosan tudják magukat kifejezni, és nagy magabiztossággal önálló megnyilvánulásaik vannak, amennyiben kérdezik róla őket. Egy képet mondtak, hogy mindenféleképpen meg szeretnénk mutatni, ezen egy székelykapu van. Igen. Mit jelent, mit jelképez az intézmény számára ez a kapu? Kapcsolatot az erdélyi iskolákkal, Székelyudvarhelyjel van iskolai kapcsolatunk, de természetesen más külföldi iskolákkal is, kronachi iskolákkal is, iskolával is van kapcsolatunk. Szeretném még azért megemlíteni azt, hogy a Bibó a sportban is kiemelkedő eredményeket tud fölmutatni. Nálunk tanulnak azok az úszók, akik kiskunhalas számára hozzák a nemzetközi eredményeket. De itt említhető még meg a kézilabda, illetőleg a torna eredmények is. Palásti tanár urat kérem a folytatásban, hogy legyen az idegenvezetőnk. Ismerjük meg ezt az intézményt.
Hogyha valaki a buszmegállomást tudja, hogy hol van, és megindul napnyugat felé a Szász Károly utcán, akkor egyszer csak elérkezik az imént látott Székely kapuig. Ott jobbra befordul a Via Coloron, és akkor balra lát egy Monarchia sárga épületet, az a kiskolnasi Bibó István gimnázium, amelynek épülete 22 éves ugyan. A fák versenyeznek az épület magasságával, úgy tűnik, hogy a fák nyernek, a 22 év azért az nagy idő. Az épület közben átesett egy felújításon, fűtés és nyilászáró csere volt az elmúlt években. Tehát egyszerre vagyunk régi és nő új épület. Az, hogy 22 évesek vagyunk, az azt jelenti, hogy olyan múltunk van, hogy most már ugye neves tanítványokat is tudhatunk magunk mögött. De ha már itt a bejáratot látják a kedves nézőink, akkor hadd mondjam el azt, hogy a Bibó szellemisége az jelen van intézményünkben. A szabadság szerető ember 10 parancsolatán túl, abban is, hogy minden évben ellátogatunk a Dunaparti Bibószoborhoz, és ezt összekötjük egy parlament látogatással, így volt ez az idén is. De ha a Bibó épületéből egy kicsit kilépünk, akkor azt látjuk, hogy van egy sportudvarunk, tehát egy kézilabdapályánk, azon kívül egy karnyújtásra van tőlünk a teniszpálya, és egy kőhajításnyira pedig ott van az uszoda. És akkor még nem is beszéltem, hogy a Földvigyázó kertje felé, hogyha megindulunk, akkor egy igazi, itt a pálya mögött látható területen egy igazi erdei futópálya van, tehát kiválóan lehet mezei futásra vagy kupermérésre használni ezt az épületet. Amikor a Bibó épült, akkor azt hittem, hogy ezt valahova perifériára építik, és nem valahova központba, hogy ez egy hátrány lesz, de úgy gondolom, hogy éppen, hogy a mindennapos testnevelés miatt ez éppen, hogy előny is. A kedves nézőink most már a sportcsarnokot látják, NB1-es kézlabda mérkőzésekre hitelesített pályánk van, és jelen esetben pedig három osztály tartja a testnevelés órát. Hát igen, érdekes módon, mert ugye keresztbe kellett fordítani a pályákat ahhoz, hogy használni lehessen a sportcsarnokunkat. Ha már az épületről beszéltünk, igaz, hogy a képeken még a sportcsarnok látható, de az aulánkra fölhívnám a figyelmet, hogy ezt az épületet, ez direkt, tehát ez átgondolta valaki, amikor ez megépült, hogy... Rögtön mutatják kollégák az aulát is. Ez gimnázium lesz, mert én azt szoktam mondani a vendégeinknek, hogy olyanok vagyunk, mint a svájci zászló, tehát ilyen négyzet alakban fut végig ugye egy-egy évfolyam, és ez nagyon az iskola szervezés szempontjából. Most itt nevezetes vendégeinknek a kép, az aláírását láthatjuk, ez az emlékfalunkon, Göncz Árpádot és ifjabb, vagy Vekeri Tamás pszichológus, akik megfordulnak nálunk, kérjük tőlük egy autogramot. Nyilván aki, hogyha Babicsnak az esztergomi előhegyi villájára gondol, akkor az volt a mintánk, hogy mi is csináljunk valami hasonlót. No, itt látjuk az aulánkat. Az aulánkból, mivel a szerkezete ezt adja, nagyon gyorsan lehet akár egy 56-os műsorhoz, vagy egy Együtt Szavala Nemzethez, vagy egyszerűen csak egy iskolai tájékoztatóhoz összehívni a diákot, és kedvenc tartózkodási hely pedig a híd, mert onnan lehet a legjobban belátni az egész iskolát. És innen az aulából nyílik az ebédlő. Tehát sportcsarnok, ebédlő, tantermek, egyben egy átgondolt épület, nagyon kényelmes a használhatós, nagyon kényelmesen használható épület. Említettük ugye, hogy ezt a teret szeretik kihasználni. Nagyon sok olyan lehetőség, bemutatkozási lehetőség volt már akár itt a Halas Televízióban, de akár országos médiákban is, ahol ezt a teret láthatta mindenki. Ilyen volt például a Hangfoglaló nevű kezdeményezés. Erről meséljen, hogyan sikerült ebben részt venni, és milyen hozadéka, milyen élete van ennek a produkciónak? A bejátszás később lesz, vagy most lesz? Most fogjuk most látni. Azonnal látni fogjuk, jó? A Hangfoglaló az egy országos pályázat volt, és ezzel lehetett 1 millió forintot nyerni hangszer vásárlásra, és a produkciót úgy állítottuk össze, hogy az aulához méreteztük a játékot, a zenéből ismert violinkulcsot, szünetjelet mintáztuk meg fehérből, és színesben pedig körbe táncolták a gyerekek. A zenekar pedig a Nánai
Nánai, segítsetek, Ádám? Ádám. Ádám, Nánai Ádám zenekara volt, kiegészülve Paul-Robert Crofsonnal, illetve két diáklányunkkal, és azért olyan emlékezetes ez, mert hát egyrészt sokat gyakoroltunk testnevelés órákon, hogy ezt az élőképet megcsináljuk, és a másik pedig, hogy most megnéztem, hogy 16 ezer like-nál tartunk pillanatnyilag, tehát azóta is úgy tűnik, hogy él. Ez már egy 5 éves történet, de ma is szívesen emlékszem rá vissza. Eddig körbenéztük az intézményt, aztán bulisztunk egyet, most tanuljunk. Hatosztályos képzés. Mi mindent tud nyújtani az intézmény a tanulóknak? Hát én most már nem is tudom, hogy hanyadik hatosztályost vittem végig. Az eddigi igazgatói mindig megkérdezték, hogy nem akarsz átmenni négy osztályosba, én mindig azt mondtam, hogy véletlenül sem, mert annyira megszerettem ezt az oktatási formát. Azt szoktam mondani, hogy ambiciózus szülők, ambiciózus gyerekei iratják ide a gyerekeiket. Sok ellenérv van a hatos mellett, hogy hamarabb öregednek a gyerekek, hogy túlterheljük őket, hogy nagyok az osztálylétszámok. Ez mindig az. A nagy osztálylétszám ellen úgy védekezünk, hogy a magyart, a matematikát, a nyelvet, a latint kis csoportban oktatjuk. Tehát eleve ott félosztályokkal dolgozunk, és informatikát nem tudom, mondtam, de az is bontott. Ez az egyik. A másik pedig, hogy ide olyan tehetséges gyerekek jönnek, akik a terhelést nagyon jól bírják. És ez a terhelés, ez abban mutatkozik meg, hogy most már évek óta tapasztalom, hogy amikor tizedikesek lesznek a hatosok, akkor annyi nyelvvizsgáljuk van, mint az ABC osztályban összesen. Majd aztán az ABC is följön, de a kezdetek. Most ennek az ez az eredménye, hogy a 30 fős osztályban végén már 60 nyelvvizsga lesz, mert egyre többet tudnak. Tehát a hatos, az, nem, ott persze mondom, ambiciózus szülők, ambiciózus gyerekek. Tehát ez nem véletlen, mind a kettő hozzátartozik. Nézzük a reál osztály eredményeket reál tantárgyakból, Rabcsák igazgató helyettes úr. Kicsit ugye én ijesztőbb területről fogok beszélni, hiszen mindenki tudja, hogy háromféle ember van, aki tud számolni és aki nem. Elsősorban reálosztályt azoknak indítunk, akik tudnak számolni, és szeretnek is számolni. Számukra kínálunk egy emelt óra számú matematika képzést, mert a világ változik, nagyon-nagyon gyorsan változik. Gyakorlatilag egy negyedik ipari forradalmat élünk, ahol kifejezetten magas, kvalifikált, jól képzett szakemberek lesz szüksége az iparnak. Ezt csak folyamatos tanulással, és főleg matematika tanulással lehet elérni. Ezért mi igyekszünk erre felkészíteni a gyerekeket maximálisan. Sokszor fölhangzik az is, hogy informatika kell a diákoknak, illetve nagyon népszerű az informatika a diákok körében, azonban meg kell jeleznem, hogy az a tapasztalatunk, hogy az informatikai képzések, a felsőfokú informatikai képzések is főleg matematikára épülnek, hiszen az informatika annyira gyorsan változik, hogy azokat megtanulni gyakorlatilag nem érdemes, inkább olyan diákokra és olyan szakemberekre lesz szükség, akik életük végéig képesek képezni magukat, és logikusan tudnak gondolkodni, és mindig az új rendszereknek megfelelni, ehhez viszont elengedhetetlen a matematika. Természetesen azokra is gondoltunk, akik nem annyira szeretik a matematikát. Nyilván ez egy kötelező érettségi tantárgy, ezért minden évfolyamon bontott csoportokban tanítjuk a matematikát, ahol a tanáraink, akik nagyon jól képzettek, az adott csoport szintjének megfelelően képesek az adott anyagot átadni és segíteni a gyerekeket. Természetesen a reáltárgyakhoz nem csak a matematika tartozik, hanem természettudományok, ami szintén egy nagy erőssége egy gimnáziumnak, hogy a természettudományokat külön oktatjuk, tehát nálunk van fizika, biológia, kémia óra is, ezzel segítve akár egy geológiai pályára készülő diákot földrajzból, egy vegyészre készülőt kémiából, vagy ne pontosan még itt az orvosokra gondolnék, akiknél nagyon fontos a biológia és a kémia oktatás. Matematikában nagyon sok jelentős versenyeredménye van a gimnáziumonak, de ne felejtsük el, hogy rendkívül erős mezőnyben indulunk, hiszen gondoljanak arra, hogy mondjuk egy budapesti Fazekas Mihály gimnázium tanulóival együtt versenyeznek a mi diákjaink, ahol a Fazekas országos beiskolázású iskola és kifejezetten matematika tehetséggondozó. Ennek ellenére OKTV, tehát az Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyben 5.-6. helyeket csípnek meg a diákjaink. Megyei matematika versenyben rendszeresen 2., 3., 4. helyen szerepelnek. Zrínyi matematika versenyen is elhozzák a megyei szinten 2., 3. helyezéseket. Tehát én úgy gondolom, hogy mi ezt jól csináljuk. Kata, a tanárurak annyi jót mondtak erről az intézményről. Tényleg ilyen jó a Bibó? Igen, nagyon jó a Bibó István Gimnázium. Rengeteg programot szerveznek nekünk. Az iskolánk hagyománya a gólyatábor,
A végzős diákok augusztus végén a kisgólyáknak szerveznek egy tábort, ahol megismerhetik leendő tanáraikat és diáktársaikat is. Itt különböző próbákon vesznek részt, szecskeztatják őket, de kulturális kereteken belül. Nem csak gólyatáborokat szoktak szervezni, hanem szervezünk a kisgólyáknak gólyabálat is, ahol felkészülnek egy adott tánccal, amihez a zenét már előzetesen megkapják, így lehetőségük van nekik gyakorolni. Általában a hatperes diákok szokták ezeket a bálakat megnyerni, hiszen ők sokkal motiváltabbak ilyen téren. Nagyon fontos az iskolában az adventi időszak. Minden évben Christmas partyt szoktunk szervezni, ahol osztályok és nyelvi csoportok bemutathatják az általuk választott dalokat. Azt jól látom, hogy általában minden hétre van egy ilyen villám flashmob-szerű valami megmozdulás ott az aulában? Mert sokszor ott vagyunk forgatni, aztán látjuk, hogy egyszer összegyűlnek a diákok, történik valami kis beszámoló, úti élményekről beszélnek a diákok, aztán mindenki megy a tanórára. Igen, mert a diákok szeretnek programokat szervezni, hiszen akkor együtt vannak, és így egy jó közösséget tudnak alkotni. Meg jó is ott az aulában ez a kis nyüzsi, nem? Igen, hangulatos nagyon. Az együtt szavala nemzet szintén egy nagy projekt volt, amelyben sikeresen vett részt a Bibó. Hogy jött az ötlet, és hogy sikerült a megvalósítás? Országos fölhívás volt az együtt szavala nemzet arra, hogy a Magyar Kultúra Napján a világ összes helyszínén, ahol magyarok vannak, szavaljuk el a himnuszt, és ez a hagyomány azóta is folytatódott, csak a himnusz első strófája után most már a szózatot, vagy valami más magyar verset adunk. Az aulát említettük, hogy mire alkalmas. Hát többek között erre is, hogy lent színpad van, és közben pedig mindenki nézi, tehát egy közösségi élmény. Ez nekem azért nagyon emlékezetes, mert ilyen csöndet én még az aulában sose hallottam, mint az a feszült várakozás, amikor megszólal a zongora hangja, és utána elszavaljuk a himnuszt. Az együtt szavar a nemzet is, és itt úgy szoktuk csinálni, hogy kezdő meg kimenő évfolyam együtt alkotja az élőképet, hogy a rutinosabbak már a pilléreket adják a betűknél, vagy az ábráknál, akkor könnyebb a munkánk. Itt mi történik? Látom, hogy különböző szavak voltak kifüggesztve. A magyar kultúrát úgy gondoltuk, hogy úgy is meg lehet jeleníteni, hogyha a neked éppen fontos szót kiteszed. Ugye ez Kosztolányinak a melyik a 10 legszebb magyar szó, az van egy standard gyűjtemény. No, de hát ez változik emberenként és koronként, hogy mi a 10 legszebb, vagy éppen reggel, amikor bejövök az iskolába, akkor mi a legfontosabb, és ez az utóbbi variáció volt. Mindenki fölírhatta azt, ami épp akkor eszébe jutott. Nagyon örültünk neki, mert általában valami lírai dolgot írtak, tehát ami úgy gondolták, hogy a helyszínt mivel kell megtisztelni. Megérinti az osztálytársakat. Az imént hallhattuk a Reál osztály eredményeket, most nézzük a Humán eredményeket. Mivel büszkélkedhetnek? Én nagyon gyorsan átgondoltam, hogy ha három nevet kell megneveznem, akire igazán büszkék vagyunk, és a kedves nézőink is ismerik, akkor egy meteorológussal kezdem, Tóth Tamással, akivel szoktunk találkozni, és két Ágnest említenék meg, aki viszont a Humán vonalról jön, dr. Veszelszky Ágnest, aki a Corvinus Egyetem nyelvésze, és Szabados Ágnest, akivel az RTL Klubban találkozhatunk. Tehát ők azok, akik ismertebbek a volt diákjaink közül. A humán tantárgyaknak nem kedvez, én azt hiszem ez a kor, nekem is el kell ismernem azt, hogy a reál tantárgyak a továbbtanulás szempontjából talán értékesebbek, és a nyelvtanulás. A diákjaimnál azt tapasztalom, hogy ha magyar szakra egyre kevesebben mennek, de akik elmentek magyar szakra, egyik osztálytalálkozón mértük föl, hogy abban mind átment, kivétel nélkül átment a bank szakmába. És akkor megkérdeztem őket, hogy nem lehetett volna ezt lerövidíteni, hogy egyből pénzügyesek lesztek, azt mondták nem, mert a főnökek nagyon meg vannak velünk elégedve, mert jól kommunikálunk. Tehát a dolog megfordult, vagy egy szupermarketnek valamelyik osztályát vezeti egy szintén magyar szakos
korszakot végzett a tanítványom, és azt mondta, hogy őt a főnök azért dicséri mert tud tárgyalni a reklamáló vevőkkel. Mindenki mosolyogva távozik. Tehát valamit azért a humán tudományok is jelentenek. A mai továbbtanulás az nem olyan egyértelmű, hogy elmegyek magyar szakra, azután elmegyek magyar tanárnak, hanem megkezd egy egyetemet, aztán egy másikat is hozzá, tehát nem lehet zsákutcásnak tekinteni azt, hogyha valaki egy humántárgyból továbbtanul, azután azt majd megspékeli valamilyen más tudománnyal. A beszélgetésben most jön egy nagy forduló, átmegyünk, sportolunk egy picit, Bibókupa. A Bibókupában, ugye az 50. Bibókupát rendezzük most, ugye az úszóink mellett erre vagyunk a legbüszkébbek a kézlabda eredményeinkre. Mikor megkérdezik, hogy a Bibó milyen sportot lehet űzni, hát akkor elsősorban a kézlabdát szoktam említeni, mert van lányfoci is, de a Bibókupa az nemzetközi lett. Tehát itt említettük az elején a székelyföldi kapcsolatot, és megmaradt a kronaki kapcsolat, de hát a története során azért itt a délvidéktől kezdve a felvidékig több csapat is volt. Ugye ez még valamikor a Sziládiban indult, és az idén az 50. alkalommal fogjuk megrendezni. Nyelvtanulásról már igazgató úr említette a bevezetőben, hogy nagyon-nagyon nagy hangsúlyt kell rá fektetni. Miben tud a Bibó segíteni a diákoknak, a szülőknek, és természetesen ezzel együtt egy diák fejlődésének, mert nem mindegy, hogy milyen eredménnyel tud tovább menni. Ha azt kérdezik, hogy mi a Bibó erőssége, akkor a nyelvtanítást szoktam emlegetni. Ennek nagyon egyszerű oka van. Az, hogy olyan, egyrészt tehát stabil tanári kar tanítja a nyelvet már évek óta, és ismerik azt a nyelvszakos kollégáim, hogy kinek melyik csoportot kell tanítania. Megemlítem azt, hogy Paul Robert Crofton nem csak angol tanár, hanem angol tanár, és így a legtehetségesebb gyermekeket ő tanítja angol kommunikációra. És most a bejátszásban Vladár Éva tanárnőnek látjuk éppen egy angol óráját. Durván azt tudtuk mondani, hogy aki a Paul Vladár féle darálóba bekerül, azt már nem lehet megmenteni a nyelvvizsgától. Tehát olyan szintű grammatika, alapozás és kommunikáció tanítás folyik, aminek ez az alapja. A másik pedig az a motiváltság, hogy a nyelvvel mit lehet elérni a továbbiakban. A cserediák, ez is az a Bibókupától kezdve mindenre igaz, hogy a cserediák kapcsolataink, az EFS, a Rotary mind abban segít, hogy a mi gyerekeink menjenek, ma kaptunk éppen Ausztráliából egy üdvözőlapot, tehát hogy a mi gyerekeink menjenek, ha spanyol nyelvterületre mennek, akkor is az angolt fogják gyakorolni úgyis, tehát hogy a mi gyerekeink is menjenek a különböző kontinensekre gyakorolni, Finnországtól kezdve USA-ig mindenfelé, és akik hozzánk jönnek gyerekek, ők pedig, hát azok a családok, akik fogadják, azok részesülnek abban az áldásban, hogy anyanyelvi környezetet tudhatnak itt Kiskunhalason valamelyik lakásban. Kapcsolat, cserediák. Az imént már néhány szó volt róla. Milyen eredményességgel tudnak együttműködni? Kollégámat kiegészíteném én is a nyelvekkel. Fő sikere a nyelvoktatásunknak az, hogy homogén csoportokban oktatjuk a nyelvet. Tehát gyakorlatilag attól független, hogy ki melyik osztályba jelentkezett, vagy hova nyert felvételt, akkor is a tudásának megfelelő homogén csoportba kerül. Tehát általában évfolyamonként mondjuk angol nyelvből 6 csoport működik, ami emelt szintű, tehát heti 5 órában történik a nyelvoktatás. Németből 2 vagy 3 csoportunk van minden egyes évfolyamon, szintén a gyerekek tudásának megfelelő beosztásban. Igyekszünk élő kapcsolatot és élő nyelvet oktatni, úgymond valóban a gyerekeknek. Ebben segít ugye a kedvenc kollégánk Paul Crofton, de ugye a kollégám is említette. De ezen kívül Londonba utaznak diákjaink, most novemberben tértek vissza Londonból. A német nyelvtörettel nagyobb szoros kapcsolatunk van, a kronaki gimnáziummal gyakorlatilag tavasztal és ősszel is van cserekapcsolatunk, illetve sportkapcsolatunk is. Tehát itt van lehetőség arra, hogy német nyelven beszéljenek a diákok. Ősztől alkalmaztunk egy új kolléganőt, aki német nemzetiségi nyelvi gimnáziumból érkezett hozzánk, és ő nagyon erősíti a német nyelvi oktatásunkat. Ezen kívül egyébként oktatunk még franciát, olaszt, oroszt,
latin nyelvet, ami teljesen szabadon választható, tehát attól függetlenül, hogy hova jelentkeznek a diákok. Egy-két számot mondanék, mert itt fölírtam azért, csak hogy mindig emlegetjük, hogy mennyire sok nyelvvizsgánk van. Konkrétan egy tavaly végzett osztályunkban 35-en érettségiztek, a 35 érettségiző között 39 darab B2-es nyelvvizsga került kiosztásra, és ezen kívül még 9 darab C1-es és 4 darab C2-es nyelvvizsga is született. A C2-es nyelvvizsga, ez már a legmagasabb elérhető úgynevezett Cambridge-i nyelvvizsga, amelyel a diákok akár külföldön is tanulhatnak, tehát ez egy nemzetközileg elismert, nagyon nehéz feltételeket támasztó nyelvvizsga. Igazgató úr, milyen lesz a Bibó a jövőben? Egy zárszót szeretnék Öntől kérni, hiszen nagyon nehéz ebben a folyamatosan változó világban meghatározni, hogy mi is az a jó irány. Önök mit látnak jónak a diákok fejlődése érdekében, és annak érdekében, hogy ezek a szuper eredmények így jöjjenek? Igen. A Bibó az eredményessége miatt nem szorul nagy változtatásra. Apró finomításokra talán igen. A humán, illetőleg a nyelvi képzés az megőrzi az eddigi specialitását. A reál képzésre szeretnék egy picit rádolgozni. Megindultak eszközbeszerzések, amelyek az emelt szintű érettségit szolgálják, illetőleg azokat a kísérletezési lehetőségeket szolgálják, amelyeket szeretnék becsempésztetni a tanárokkal a tanórákra. Mindezt szeretném azért megvalósítani és biztatni a kollégákat is, hogy azok a diákok, akik a Bibóban végeznek, tényleges választási lehetőséget kapjanak arra, hogy milyen irányban szeretnének tovább tanulni. Ne csak az egy-két tantárgy determinálja a továbbképzésüket, vagy továbbtanulási lehetőségeket, amelyekből jók. A Bibó István Gimnázium eddigi szakmai munkája kiemelkedő, ehhez társul egy igényesség és egy magas szakmaiság. Ezt szeretnénk bemutatni a második nyílt napunkon, most szombaton 14-én 8:30-tól várjuk a vendégeket, az érdeklődőket. Először lesz egy regisztráció a látogatható órákra, eközben lehet a munkaközösségeket fölkeresni. Utána egy rövid iskola bemutató, majd pedig a tanórák következnek. És még egy dologra szeretném felhívni a halasi érdeklődőknek a figyelmét. Egy érdekesnek ígérkező délutáni programot szervezünk január 31-én, amely egy felszabadult, örömmel átitatott délutánt fog jelenteni. Egy fél év záró tüzet. Rabcsák tanár úr, még egy nagyon fontos területről nem beszéltünk. Középiskolák óraszámai, ki mit választ? Hogyan alakulnak az óraszámok, hiszen nagyon sok függ attól, hogy a diákoknak mennyi a leterheltsége? A diákok nagyon leterheltek. Ez tény. Tehát most a jelenlegi óraszámok alapján heti 35 vagy 37 órájuk is lehet egy héten, és mi igyekszünk ezt a 37 órát megtölteni természetesen tartalommal, de a diákjainknak ez egy állandó terhelést jelent, ami hasznos lesz, mert a jövőjük múlik rajta gyakorlatilag. A mai beszélgetésünket a Székelykapuval kezdtük, én azzal fejezném azért be, hiszen a mi Székelykapunkon van egy idézet, ami úgy hangzik, azért születtünk erre a világra, hogy valahol otthon legyünk benne. Én úgy érzem, hogy a mi iskolánk képes egy otthont nyújtani a diákoknak, hiszen a magas óraszámok miatt lehet, hogy sokszor többet vannak nálunk, velünk, mint a szüleikkel a saját otthonukba, de nagyon szeretnek nálunk tanulni a diákok, nagyon jó kedvűek, és bár a terhelés igen nagy, ők ezt elfogadják, és teljesítik is a kihívásokat. Hölgyem, uraim, köszönöm szépen a beszélgetést, és akkor sikeres nyitnapot kívánok az intézménynek. Köszönöm szépen. Kedves nézőink, arra kérem önöket, jövő héten szerdán este 7:30-kor ismételten választanak a Beszéljünk Róla magazint, hiszen mindig egy-egy adott aktuális témával foglalkozunk fél órában. Viszontlátásra!